Na szevasztok, srácok, üdv mindenkinek! Élet már ez a videó, úgy gondolom. Egyszer már egy kifejtősebb videót megcsináltam ezzel kapcsolatban a VOD csatornámra, ugye, ahol a livestreamek mennek föl. Viszont most már Instán is különböző, hát ezt a szót kell mondani, hogy TikTokerek, azt hiszem, meg ilyen Instagram celebek, meg mindenféle emberke írogat, hogy ez az account ellopás per e-mail feltörés per YouTube csatorna elkobzás, ugye, ami itt az elmúlt hónapban hát eléggé jelen volt a magyar YouTube-on is, meg a ugye, hát egy globális szinten ez probléma volt. Ugye tudjátok, hogy nekem is ugye volt egy ilyen 3-4 hetes időszakom, amikor ugye nem volt YouTube csatornám, amint a fő csatorna az ugye nem a saját tulajdonomban volt. És úgy voltam vele, hogy mert közben ugye itt szó van ugye az e-mailekről, a magáról a YouTube csatornákról, illetve magáról a fifás akkuntokról, mert azzal kapcsolatban is nagyon sok e-mail jön, hogy úristen, valaki feltörte, elköltötte a coint, vagy csak szimplán eladta az egész csapatot, vagy csak szimplán nem is tud belépni az illető, mert valami ilyen harmadik fél, vagy mi második személy belépett az akjába, stb. És ugye jönnek a kérdések, mivel ugye majd, hogy nem sajnos az első között voltam, akivel ugye ez megtörtént, ez az account ellopás, ugye YouTube-on, és majd, hogy nem én voltam az első, és akinek sikerült visszaszereznie, úgyhogy ugye nyilván ezért jönnek felém a kérdések, de úgy voltam vele, hogy akkor csinálok egy videót belőle. No, kezdjük az e-mailes történettel. Ahhoz sokat nem tudok mondani, mert nekem az e-mailemet sosem vették el, tehát azzal nem volt sosem problémám. De azt tudom tanácsolni, hogyha esetleg ugye az e-mailedet törik föl, akkor csinálj azon a szájton egy másik e-mail címet, és írja az ottani supportnak, hogy hello, van egy ilyen e-mail címem, nem tudok belépni, valaki ellopta, nézzetek rá. Ilyenkor általában megnézi ugye ez a support emberke, aki éppen ott dolgozik, hogy milyen IP-ről léptek be. Gondolom én, legalábbis nálam így volt a YouTube-os fiókkal. De hát az egyértelmű volt, hogy mondjuk azt ellopták, mert mindenféle ilyen bitcoinos lófasz töltöttek fel, szóval az egyértelmű volt. És akkor kivizsgálják az esetet, és valószínűleg visszakapott pár napon belül. De azt mondom, az e-mailhez sokat nem tudok mondani. A YouTube csatorna egy más tészta. Hát igazából innen is még egyszer köszönöm szépen a Bug TV-nek, mert úgy gondolom, hogy ez, hát nem tudom, de partnercég nélkül szerintem ez nem jött volna össze, és meg is mondom, hogy miért. Tehát mihelyt ugye reggel kaptam az e-mailt, hogy a Rekál YouTube csatorna nem az én. Hát úgymond az volt az e-mailben, hogy más tulajdonában áll, valami ilyesmi volt, nem emlékszem már pontosan. Mihelyt jött az e-mail, hogy ugye más tulajdonában áll a csatorna, nem úgy egyből írtam nyilván a partnercégnek is, illetve mivel ugye a Google alapú a belépés, ugye e-mail alapú, tehát Google e-mail alapú a belépés a YouTube-ra, ezért nyilván nem a YouTube supportnak, hát igazából a YouTube supportnak írtam, de a Google-ön keresztül. Tehát ez egyszerűen beírod, hogy vagy mondjuk nálam az volt a különbség, hogy ugye én nekem, de majd leteszek ide egy linket. Én úgy gondolom, vagy leírás, valahol leteszem nektek egy linket, legális, úgyhogy leteszem azt az e-mailt, amire én írtam, jó? Így a YouTube-os felülettel kapcsolatban. Egy kedves úriember írt, hogy igen, látjuk, hogy probléma van, több helyen is van, bla 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 bla. Nyilván angolul, és hogy kezelik az ügyet. Na most ez december közepe fele volt valamikor. Ugye én ez mellett párhuzamosan a partnercégnek is írtam, hogy ez van, stb. Nyilván az ő kezük talán picit mélyebbre ér, mint nekem, mint random felhasználó. Bár ugye mivel partner vagyok a YouTube-on, ezért ugye az a kis pipa a 100 000 feliratkozó után azt gondolnám, hogy ugye hát nem az, hogy kivételeznek, de hát nyilván jobban figyelnek a partnerekre, mint mondjuk egy, most mondok valamit, egy 15 000 feliratkozós csatornára. Nem, ez nem így van, tehát hogy nem éreztem egyáltalán semmit. Mondom, mi történt, tehát én írtam a partnercégnek, és körülbelül egy olyan 3-3,5 héten rá visszakaptam a csatornát. Hát nem fogok hazudni, szerintem 2 héttel ezelőtt, én most van február, fasz tudja mennyi közepe. Nagyjából február elején is kaptam az e-mailt ugyanettől a kollégától, a Google-ös kollégától, hogy legyek türelemmel, mert hogy ők dolgoznak az ügyön, és hogy ne aggódjak. Hát visszajöttem, hogy tesó, egy hónapot elkéstél, már rég visszakaptam az akkuntomat, de hogyha rajtatok múlna, akkor lehet el nyárig várnék körülbelül, amíg visszakaptam az akkuntomat. Úgyhogy tudom, hogy itt a magyar YouTube-on is például Lehel barátomnak is sajnos beütött a crack, bármint, hogy nem úgy,
és hogy neki is úgymond lenyúlták a csatornáját. Nem tudom, akinek nincsen partner cége, nem tudom, ott lehet, hogy kicsit tovább fog tartani, mint 3 hét, lehet, hogy ott akár hónapig, egy hónapig, akár hónapokig is eltartott ez a művelet, főleg, ha még ugye partner se vagy, akkor meg lehet, hogy még több idő, mert kurva sok YouTube csatorna van, nagyon-nagyon sokat csalnak le szerintem, úgyhogy tényleg, hogyha nincs partnercég, akkor vagy azt tudom mondani, hogy próbálj találni egyet, és hát segítenek, vagy pedig csináld azt, hogy mondom így a supportnak, akár napi többször, vagy heti többször, mert valamelyik support az teljesen máshogy viszonyul hozzád, mint a másik. Tehát A máshogy viszonyul hozzád, mint a B. Ezt azért gondolom így, mert így át is mennék akkor talán ebbe a fifás dologba, hogy az hogyan történt, ugye ott. Hát ott tudom, hogy ugye kik voltak, de tök mi nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy voltak, akik feltörték, meg itt szórakoztak, stb. Ott is az volt a menetrend, hogy ugye nem tudtam belépni az akkuntomba. Volt egy olyan, ugye, amikor le is bannolták, úgymond az akkuntomat. Hát nem lebannolták, hanem igazából felfüggesztették addig, amíg átvizsgálják a problémát. Ez pofon egyszerű, volt pár ilyen vicceskedő idősebb ember, aki nagyon-nagyon vicces volt tényleg, és úgy gondolták, hogy akkor ha megpróbálnak belépni sokszor az egy akkuntba, ugye nem tudják a jelszót, tehát honnan az anyából tudnák. Ugye, hogyha sokszor próbálsz meg valahol bejelentkezni, több különböző helyről, akkor ugye letilt a játék gyakorlatilag. És ugye ezzel próbáltak vicceskedni ezek a kis fiatal emberek, vagy idős emberek, ki tudja. Az egyiket tudom, hogy ilyen 20-as környékén van. Ugye felfüggesztették az akkuntomat, és ez is tartott szerintem egy jó másfél-két hétig, talán, vagy egyik, nem tudom. Hát jó másfél-két hétig szerintem eltartott ez bőven. És ott is az volt, írtam a supportnak hétfőn, azt mondták, hogy oké, továbbítják a problémámat a speciális csapatnak, akik ezzel foglalkoznak. Teltek múltak a napok, rákérdeztem 2 nap múlva, a 2 napra rá, megint 2 napra, aztán 3 napra, stb. És ugye mindig ez volt a duma, hogy továbbítom. Most egy hét után körülbelül, amikor megint írtam már egy 6. supportnak körülbelül, akkor volt a történés, hogy azt mondta a srác, hogy hát haló, rossz csapatnak lett felküldve ez az én kis ügyem, úgyhogy most továbbítja a jó csapat fele, nem mondom, fasza, akkor megint várhat a 2 hetet, hogy történjen valami. És akkor rá pár nap megint beléptem, megint bementem egy supporthoz, és mondtam, hogy a problémám, azt mondja a faszi, hogy oké, hát figyelj, írd le az adatokat, írd le, hogy mikor történt, mi történt pontosan, intézkedek. És így nagyjából egy ilyen 15-20 perc után azt mondta az a support, hogy oké, tesó, figyelj, intézkedem. Megint eltette 10 perc, és gyakorlatilag feloldott az akkontomat. Visszakaptam azt a 700-800 ezer zsetont, amit ugye azok a buzik elpekkeztek az akkomon, miután feltörték. Szóval gyakorlatilag mindent visszakaptam. Egy olyan supportor, aki nem az 1-es számú, nem a 2-es, hanem itt én a 8. vagy a 9. különböző support volt. Ő megcsinálta egyből gyakorlatilag. Nem tudom, hogy ez így alapvetően az ő munkakörükben ez így megengedett volt-e, hogy nem meg kellett volna várni, vagy tényleg fölküldeni valami csapatnak. Ő egyből megcsinálta. Szóval ahány support, annyiféle megoldási módszer, úgyhogy tényleg azt tudom erre mondani, hogy próbáljátok meg minél jobban, minél többet írni supportoknak. Nem biztos, hogy mindegyik segít, mondom nekem ezzel a FIFA-s supporttal volt egy nagyon pozitív csalódásom. Most a Google-össel, vagy hát egy YouTube-ossal ugye, hát velük nem, tehát ők nem igazán csináltak semmit, azon kívül, hogy írogatták, hogy nyugodjak meg. Így 7 éve vagyok a YouTube-on, és így 2 hónapja írogatja már a Pali, hogy nyugodjak meg. Hát köszi szépen, tényleg. Ez gyakorlatilag majdhogy nem az egész ilyen idézés felnőtt életem munkája, és akkor 2 hónapig itt izé, hogy ja, majd nyugi, majd jó lesz ez, jó lesz, hát a nagy lófasz, hát ha nincsen aktivitele, akkor szerintem még mindig be patient lenne. Szóval, ja, hatalmas köszönet nekik tele még egyszer. Úgyhogy nagyjából ennyi is, kacok, és talán minden más játékra, vagy ilyen szájtra ezt tudom nektek mondani, mert nagyon sokszor jön olyan üzenet is, hogy hello, rekál, mit tudom, én nem tudok belépni FIFA-ba, meg hogy fekete képet ír miután, mit tudom én, mi a fasz csinálsz, tehát hogy én nem vagyok szupportskacok, én nem tudok nektek semmit mondani, tehát napi szinten 5-6 üzenet jön azzal kapcsolatban, hogy mit tudom én, ez nem működik, az nem működik, így nem működik, ez úgy nem működik, ez mit csináljak, hát én honnan az anyámból tudjam, én nem egy IE dolgozó vagyok, nem dolgozok a YouTube-nál, nem dolgozok sehol se, tehát mármint, hogy ilyen nagy cégeknél, én egy tartalomgyártó vagyok, én ezekre nem igazán tudok válaszolni. Ugyanúgy, ahogy amikor kérdezitek, hogy például hogy nem érkezett meg
a megrendelt telefontok alamboxra, vagy a megrendelt felső. Hát és én mi a fasz vagyok, én egy ilyen tracking ember vagyok, hogy lássam, hogy hol van, tehát honnan tudjam, tesó. A Lamboxnak is ugyanúgy van egy support rendszere, a FIFA-nak is van egy support rendszere, a YouTube-nak is van egy support rendszere, ezek azért vannak, azért jöttek ezek létre. Hogyha valami problémád van, akkor vagy felhívd, vagy írj egy e-mailt, vagy írj egy üzenetet nekik Facebookon, hogy hello, ez és ez vagyok, ez és ez történt, és majd ők választ adnak rá. Én honnan tudnám ezeket, skacok? Ne nekem írjatok ezzel kapcsolatban, légy szíves, mert nem tudok segíteni ennél többet. Itt van ez a videó, remélem, hogy ez elég. Én ennyit tudtam tenni, de ezekre a kérdésekre nem fogok válaszolni, mert nem tudok érdemben válaszolni. Annak meg nincs értelme, hogy napi szinten 5-6 embernek visszajövök, hogy ne haragudj, nem tudok ebbe segíteni. Mert nem tudok, tehát hogy nem is értem, hogy mit gondolnak az emberek, hogy mi vagyok én, bazzek, hogy én mindent tudok. Nem tudom ezekre a válaszokat, a fogalmam sincs. Úgyhogy hát sok sikert kívánok mindenkinek, tényleg úgy gondolom, hogy a lehető legtöbbet megtettem, ami tőlem telik ezzel a témával kapcsolatban. Sok sikert, skacok, tényleg mindenkinek a legjobbakat, és kívánom, hogy mindannyian kapjátok vissza azt, ami a tiétek, és győzedelmeskedjen az igazság, ahogy azt győzedelmeskedni szokott általában. Na, találkozunk majd egy élő adásban, skacok, minden nap, minden hétköznap általában 4 órától streamelek Face-en, leírásban minden ott van, illetve tudtok még mindig rendelni telefontokokat, követni Instán, ahol látjátok is a termékeket, illetve magatokat is akár, hogyha rendeltek terméket. A szokásos ilyen tartalom gyártói dumát meg inkább hanyagolom, mert szerintem mindenki tudja a dolgát, mit kell nyomni, milyen gombokat. Ja, lehetek jó srácok, köszönöm figyelmet, és remélem segítettem. Szevasztok!